amikor nyelsz, akkor állj meg és nézd magad a tükörbe. Ha jól csinálod, ha nem jó a nyelés, oké? Na lehet. A nyelvlökéses nyelést korrigálja épp a logopédus. Az elsőre talán komolytalannak tűnő problémát érdemes komolyan venni, mert jelentősen befolyásolhatja gyermekünk jövőjét, amennyiben nem foglalkozunk vele. Többféleképpen tudunk nyelni. Ha valaki szabálytalanul nyel, akkor előrefelé löki a nyelvét. És ahogy előrefelé löki a nyelvét, ez hozzáér a fogaihoz, és ennek fogszabályozásbeli következménye van. Minden kisbaba, amikor megszületik, nyelvlökéses nyeléssel nyel. Van egy alsó nyugalmi nyelvhelyzete, és előrefelé nyomja a nyelvét. És ahogy az idegrendszer érik, alakul, úgy ez is átváltozik egy érett szabályos nyelésé. És valakinél ez nem történik meg. Ilyenkor igényel ez egy logopédiai beavatkozást. 4,5 éves korban tudjuk azt mondani, hogy nem, ez már egy eltérés. Ez a te kis dombocskád, ott kell a nyelvednek lenni a nap minden részében. De nem csak a fogszabályozást érinti, hanem a logopédiában az egyes hangok képzését is. Dolgozunk azon, hogy jól lejtsem a hangokat, és jól nyeljek, mondjuk az már megvan. Aki szeretne egy teljesen szabályos, jól záródó fogsort, és szeretne egy teljesen normál módon működő hangképzést, amikor minden hang a helyén van, akkor ennek a feltétele, hogy rendben legyen a nyelése. Jön a nyelés, állj meg! Nagyon jó! Ó, gyönyörű! Nagyon sokan járnak, kelnek közöttünk olyanok, akiknek ilyen szabálytalan nyelésük van, és nem is tudnak róla. Ha szabályosan nyelünk, akkor a felső fogsor mögötti területről, erről az úgynevezett dombocskáról indul a nyelés. Vannak olyan jelei a szabálytalan nyelésnek, hogy jól észrevehető, amikor nagyon látványos a nyelés. Tehát nagyon mozognak az ajak körüli izmok. Az egyik lehetőség az, amikor a felső fogsorhoz nyomja valaki a nyelvét. Nagyon gyakori az, amikor a nyelv kicsúszik a két fogsor között. Van egy fogszabályzóm, az összehúzza itt a fogamat. Ott régebben volt egy nagyobb rés, folyton úgy nyeltem, hogy kidugtam azon a részen, aztán vissza. A nyelvünk az erősebb például, mint egy fogszabályozó. Tehát, hogyha a nyeléskorrekció nélkül zajlik maga a fogszabályozás, akkor ez vissza fog rendeződni. Előfordulhat az, amikor az alsó fogsorhoz nyomja valaki a nyelvét, és kialakul egy buldogharapás, ami azt jelenti, hogy az alsó fogsor az előrébb van, mint a felső, és az ácson is abba az irányba mozdul el. Ha nem történik meg időben a nyelés korrekciója, úgy megváltozik a felső állkapocs, alsó állkapocs viszonya, hogy ezt egy idő után csak műtéttel, sebészi megoldással lehet helyreállítani. Csak az ajak játszik. A fogak nem játszhatnak, tehát a fognyom van rajta, vesztettél. Bármilyen életkorban végezhető nyelvlökéses nyelés terápia. A legidősebb kliens, akivel én foglalkozom, 50 éves. Abból indulunk ki, hogy ezek a külső beszédszervek, az ajkak és a nyelv renyhék. Mindenképpen a koordinációt és az izomerőnlétet, az izomegyensúlyt kell létrehoznunk. Azután történik a nyelés technikának a megtanítása. Tehát itt nem is az a kihívás, hogy megtanítjuk a helyes nyelést, hanem az a kihívás, hogy ennek a helyes nyelésnek, amikor befejeződött a terápia, mind az 1000-2000 alkalommal szabályosan kell működnie. Még most is van néhány hang, ami nem igazán megy. Például az S, a C, meg a Z, mondjuk az már megy.